A magyarság erejét közös kulturális gyökereink adják, amelyek függetlenek attól, ki melyik országban él, mondta Grezsa István kormánybiztos a Kárpátaljai Szövetség által összeállított kiállítás sorozat szekszárdi megnyitóján. A kormánybiztos kiemelte, hogy túl kell lépni Trianon tragédiáján, és Közép-Európa népeinek közös célok mentén kell erősödniük és meghatározóvá válniuk Európában. Történelmi okokból még van némi immunitás bennünk, közös immunitás. Ha képesek lennének ezek a közép-kelet-európai közös érdekek Lengyelország középhatalmi vezetésével egy új kelet-európai önazonosságra, önmegmaradásra és alázatra nevelő értékét fejleszteni, akkor meggyőződésem szerint Kelet megújíthatná Nyugatot. A képek alkotója Kovács Anton, kárpátaljai festő, aki úgy készítette műveit, hogy azok hangulata egyfajta szimbólumot is jelent, mondta Feledi Balázs, művészettörténész. Van egyfajta olyan atmoszférikus megközelítése, ami bizony sugároz egy világnézetet is, vagy ahhoz a településhez való viszonyát a művésznek. A kiállítás október 2-ig tekinthető meg a Szekszárdi Művészetek Házában.